Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony, meg egy szegény ember. Nem volt azoknak semmi egyebük, csak egy sereg gyermekük, meg egy kicsi, koszos malackájuk. Egyszer úgy kifogytak a pénzből, hogy szinte megbolondultak. Azt mondja egy nap az asszony az emberecskéjének. Ajaj, ember, vágjuk el a malackát, kend a háját vigye el a városba, tegye pénzé, én a húsból főzök egy jó ételt a gyerekeknek. Úgy is lett. Elvágták a malackát. Olyan vastag hája lett, mint a kicsi ujjacská. Az ember a hájat összecsombolította egy kicsi csomagocskába, egy madzaggal felkötött egy bot végére, és elindult a városba, hogy eladja a hájat. Ment hegyeken, völgyeken keresztül, egyszer csak egy sáncból elődúhadt egy kutyacska. Kezdte fogni az embernek a lábát. Ham, 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 ham. Ennyite, kutya, menj innen, ne tarts fel. Megyek a városba, viszem ezt a kis hájat eladni. Pénzt akarok csinálni. Ham, 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 ham. Mi az, meg akarod venni a hájat? Hát én neked is eladhatom, de megfizeted-e? Ham, ham, ham. Csak 3 hét múlva akarod megfizetni, az bizony sok idő. De szegény vagyok, tudom milyen az, amikor az embernek nincsen pénze. Na jó van, legyen a tiéd a háj. 3 hét múlva eljövök az áráért, de ha meg nem fizeted, akkor én téged úgy megütlek, hogy eleged lesz. Ezzel az ember levette a hájat a hátáról, a kutyacska megfogta a fogacskájával, behúzta a sáncba, jó ízűen csemmegtetni kezdte. Hazaér a szegény ember, felesége már a kapuban várta. Édes emberem, hozott-e pénzt? Pénzt? Azt nem hoztam. Szerelmes Istenem, hát hova tette Kend a hájat? Hát, eladtam. Ugyan bizony, kinek adtál Kend azt a hájat? Ki volt az az orcátlan, aki nem fizetett? Egy kutyacskának adtam. Szerelmes Istenem, hát hogy volt Kendnek annyi esze, hogy egy kutyának adja a hájat? Azt mondta, hogy 3 hét múlva megfizeti. Ember, Kend, hogy beszélgetett abban a kutyával? Jól, én kérdezgettem, s ő meg hemmegtetett. Ember, Kend bolond. Ettől kezdve az asszony egyre bolondozta az urát. Az emberecske egy kicsit süsüforma volt, nem törődött vele. Neki a 9 is páros volt. Na, eltelt a 3 hét, az ember vette a botját, elindult, hogy a kutyacskától elkérje a pénzt. Ment hegyeken, völgyeken keresztül, amikor éppen arra a helyre ért, ahol először találkoztak, kiszökött a sáncból a kutyacska, csóválta a farkát, ugatta az ember. Ham, 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 ham. Na, kutya, itt vagy. Eljöttem a pénzért, megadod-e? Ham, ham, ham. De, ne ham, 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 hanem add meg a pénzt. A kutyacska megint mondta. Ham, ham, ham. Az ember megharagudott. A botjával olyan vágott a kutyacska oldalára, hogy az kényába befutott a sáncba, kezdte bánni a sánc fenekét. Vájta, 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 s hajott a csodát. A földből kifordult egy hordócska, telisztele aranypénzzel. Hínje, megörvendett a szegény ember. Már bocsáss meg, ha tudsz, hogy így oldalba vágtalak. Nem gondoltam, hogy ilyen gazdag vagy. A pénznek a felét elviszem a hájárába, felét elviszem a kamatba. Hóna alá csapta a hordócskát, nagy hegyesen hazament. Otthon kiborította az asztalra a temér, de karanyat, az összes kölyök mind aranypénzzel gurigázott. Az asszony meg az ember tanácskozott, hogy mi mindent vegyenek, örvendeztek erőst.
Az volt a baj, hogy az emberecske örömében nem tudta összefogni a száját. Ment végig a falu minden kapu tetején, berikoltozott. Pénzt kaptunk, sok pénzt kaptunk, gazdagok vagyunk. Felesége veszekedett. Ember, fogja be Kend a száját, meghallják a rokonok, hogy pénzt kaptunk, mind ide jönnek, mind kölcsön kérik. Beszélhetett az asszony, az ura csak dicsekedett. Egy nap azt mondja az asszony az emberecskéjének, ember, olyan hideg van, az eső is eseget, menjen be Kend a kémény alá, s melegedjék. A szegény emberéknek olyan égre nézős kéménye volt, az eső is beesett. Az asszony felment a padlásra, felvitt egy vödör vizet, maradt még egy szál hurka malacból, azt belevagdalta a vízbe, és az egészet beborította a kéményen át az ura nyakába. Mikor a hurka darabok kezdtek potyogni, az emberecske kifutott a házból. Asszony, látod-e, hurka eső esik? Látom, ember, látom. S Kend tudja-e, hogy ez most miért esik? Azért esik, hogyha valaki megkérdezi Kendet, hogy mikor kaptunk pénzt, mondja azt, hogy akkor kaptunk, mikor hurka eső esett. Megjegyezte-e? Meg! Nem telt bele három nap, jön a bíró, két zsandárral. Adják elő a pénzt, amit kaptak. Oda szökött az asszony. Bíró úr, mikor kaptunk mi pénzt? Megszólalt a süsű embere. Asszony, hát nem tudod, akkor kaptunk pénzt, mikor hurka eső esett. Jaj, bíró úr, az uramnak valami hibája van, szegénynek, hát hurka eső soha nem esett, pénzt se kaptunk, soha se. A bíró, a zsandárok nagyot kacagtak, hogy milyen bolond emberek vannak a világon. A szegény asszony, és a szegény ember még ma is költik a pénzt, ha el nem fogyott.